Egy-kettő, egy-kettő. Sziasztok! Elfelejtettem bekapcsolni a hangot. Most már van hang is, remélem, hogy hallotok, meg remélem, hogy van itt valaki rajtam kívül ismét, mert már megint az utolsó pillanatban sikerült összedobnom itt a dolgokat, és egy csomó mindenről fogunk beszélgetni ma, meg telefont is fogunk tesztelni, ahogy ígértem. Úgyhogy szokás szerint megvárom. Oké. Okay. Péter írja, hogy hallunk, látunk, nagyszerű. Jaj, csak a mikrofonom kábelébe akadtam bele. Ezt egy kicsit még megigazítom. Aztán utána... Ja, rágyúrultam a székkel. Na, gyere már ki! Ezek a technikai hibák. Szóval... Kezdjük azzal a dolgot, hogy megnyitom a Facebookot, és beírom a csoportba, hogy elindult az adás. Hát, ha valaki nem vette volna észre, addig még egy kicsit várunk, legalább, hogy még többen legyünk. Na, nyíljál meg! Na, hol van, hol van, hol van, hol van, hol van? Oké, ez is megvan. Kuponokat most nem osztunk, mert hogy élő adás van. Kicsit átvariáltam itt a dolgokat, és ezért van ez a bizonytalanság. Ahogy láthatjátok, egy picit sötétebbre vettem a hangulatot, ilyen meghittebb. Végül is itt vagyunk egymás között, randizunk meg minden, hoztam nektek virágot is. Viszont a technikán is fejlesztettem megint egy picit, mert hogy a felső fényképezőgéphez, ami most nem látszik, itt a karja, ehhez vettem egy második digitalizáló kártyát, ezzel veszem az asztalt, úgyhogy remélhetőleg ennek most már jobb lesz a képe, mert hogy az USB-n keresztül 720p-t? Vagy 540-et tud? Na, nem is tudom. Mindegy, és azt nagyítottam ki, és ez azért látható volt az adásokon, hogy azért ez a képminőség nem volt tökéletes. Úgyhogy ezen javítottam, meg egy kicsit a fényeken is javítottam. Mindjárt meg is mutatom, hogy... Hopp, le kell kapcsolni. Kapcsolj be. Így, né? És így nézünk ki. És itt lesz a mai tesztalanyunk. Ez a telefon, ezt fogjuk letesztelni. Igazából pont úgy, mint múltkor, semmilyen tesztet nem futtattam még le rajta. Éppen csak bekapcsoltam, meg feltelepítettem a tesztprogramokat, úgyhogy majd így együtt fogjuk akkor megnézni, hogy mi a helyzet vele. Viszont mielőtt belevágnánk a tesztbe, egy pár dologról szeretnék beszélni hozzátok, vagy veletek. Mégpedig elsőként erről a Gearbest ügyről, ami azt gondolom, hogy a lehető legrosszabbkor jött nekem is, meg az áruháznak is, viszont azért ez egy ideje már érett ez az ügy, ez a dolog, és hogyha olvastátok a Facebook csoportban azt a viszonylag hosszú posztot, amit írtam róluk, én őszinte megmondom, nagyon-nagyon sajnálom ezt a céget, meg nagyon sajnálom ezt az áruházat, mert jóval, jóval több van bennük, mint ami most látszik. És való igaz, hogy ez a AliExpress-es értékesítés dolog, ez egy picit balul sült el, olyan szempontból sült el balul, és azt gondolom, hogy ez valószínűleg a gyakorlatlanságuknak köszönhető,
hogy beengedtek olyan kereskedőket is az áruházba, akit valószínűleg nem kellett volna. Illetve ha már be is engedték ezeket a kereskedőket az áruházban, akkor jó lett volna, hogyha ezeket egy kicsit rövidebb pórázon tartják, és hogyha valami probléma van, akkor kibaszák őket, mint a nyűgös macskát, így finoman szólva. És az AliExpressnek az a nagyon nagy előnye, mint piactérnek, ugye, mert az AliExpress is pontosan olyan így működik, meg az eBay is így működik, meg az Amazon is így működik, hogy ezeknél a cégeknél nagyon-nagyon szigorúan veszik azt, hogyha egy kereskedő visszaél a vevőnek a bizalmával. És maga az anyacég kezeli a problémás eseteket, és adott esetben ugye vissza is fizeti a pénzünket, és az a kereskedő, aki most nem vagyok teljesen tisztában természetesen az ottani policyvel, hogy az még éppen hogy működik, de tény is való, hogy azért ott szűrik ezeket a kereskedőket, és a Gearbest-nél sajnos azért akadnak olyan kereskedők, akikkel probléma van. Ezzel együtt azt mondom, hogy ez a jelenlegi probléma érzésem szerint egy picit föl van fújva. Tehát most mindenki kicsit pánikol, pánikhangulat van, és olyan dolgokat, amiket egyébként egy kínai áruháztól úgymond, hogy is mondjam, elfogadhatónak vélünk, ezeket most a jelen helyzetben már nem tartjuk elfogadhatónak, hanem pánikolunk. És igen, előfordul az is, ami most ezzel a Viomi ese porszívóval történt, hogy valószínűleg ezen az áron iszonyat mennyiségű rendelés futott be. Két dolog lehet. Az egyik dolog az, hogy elúszik az adott kereskedő a kiszállítással, mert nagyon sok a rendelés, nagyon nagy a rendelésállomány. A másik, hogy alábecsüli adott esetben a megrendelések számát előzetesen, és nem rendel be elég gépet raktárra, hogy ezeket ki tudja szolgálni, és ugye ilyenkor Kínából kell utána rendelni. Aztán, hogy Kínából mennyi idő alatt ér be az európai raktárba, az meg megint egy másik kérdés, és ezek mind hibák, tehát én nem akarom kicsinyíteni ezeket a problémákat, mert ezek problémák, ténylegesen problémák, viszont látnunk kell azt, hogy ezek a problémák nem egy specifikus Gearbest probléma, hanem úgy unblock minden áruháza előfordul. És így van ez a Gearbest, illetve a Banggood esetén is, tehát most ugye nagyon sokan vannak, akik a Banggoodra fújnak emiatt, pedig meg kell, hogy mondjam, hogy a Banggood az utóbbi időben igencsak sokat fejlődött. Régebben is egy megbízható áruház volt, de az utóbbi időben tényleg nagyon kevés a probléma. Viszont akinek meg problémája van vele, az meg úgy érzi, hogy beleszaladt a késbe, és ugye az áruház maga egy megbízhatatlan, és nem reagálnak, és nem megfelelően válaszolnak. Szóval értitek ezt a dolgot, ezt nem akarom tovább ragozni. Amit ezzel kapcsolatban még el akartam mondani, az hogy nagyon sok vevő részéről érzem azt problémának, hogy ahelyett, hogy kézbe vennék az ügyeket, tehát hogyha ne adj Isten, csúszik a szállítás, vagy sérült a termék, vagy meghibásodik, vagy bármi történik, akkor igenis meg kell keresni az áruházat, és igenis ki kell állnunk az igazunkért, és igenis határozottan kell fellépnünk. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy durvulnunk kell, nem azt jelenti, hogy rájuk kell borítani az asztalt, hogy káromkodni kell, hogy el kell küldeni őket melegebb éghajlatra, mert ettől a kínai csak megsértődik, és nem fog csinálni semmit, hanem bekeményedik, és értitek. Szóval ez így nem állapot. De felnőtt emberek vagyunk. Nem mástól kell várni a segítséget. Nyilvánvaló, hogyha tudok, akkor segítek mindenben, ezt láthatjátok a csoportban is. Akinek baja van, amiatt írok, főleg, hogyha rajtam keresztül vásárolt, mert ugye, ahogy mondtam, tudok rá hivatkozni, hogy én vagyok az eladó, én egy viszonylag nagy értékesítő vagyok a Banggoodnál is, meg a Gearbestnél is, és mivel viszonylag nagy értékesítő vagyok, és nem akarnak elveszteni, vigyáznak rám, odafigyelnek a szavamra, és próbálnak segíteni. Ez lényegében azzal jár, ugye, hogyha egy kisebb értékesítő próbálkozna ugyanezzel, akkor valószínűleg válaszra sem méltatnák, és volt már ilyen precedens, sajnos van ismerősöm, aki próbálkozott annak idején Banggoodnál egy ügyet intézni, és még csak nem is válaszoltak neki, nem, hogy bármit is intéztek volna. Tehát ez egy tök jó állapot, hogy én ilyenekben tudok nektek segíteni, de ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a mentőv, és mindenben nekem kell segítenem, hanem ez azt jelenti, hogy amikor már ti nem boldogultok,
és nem tudtok a határozott fellépéssel sem előrejutni, akkor jövök én. Szóval azt szeretném kérni, hogy lehetőség szerint ilyen esetben próbáljatok meg egy kicsit a sarkatokra állni, és legyetek egy picit kemények és határozottak, és akkor menni fognak a dolgok. A szapportos nyilvánvalóan az első kérésre nem fogja rögtön visszaadni a pénzét az embernek, mert akkor őt tarkon fogják vágni. Tehát a szapportosnak vannak lépések, amiket végig kell követni egy ilyen panaszkezelés esetén. Föl kell ajánlani egy dolgot, még egy dolgot, még egy dolgot, még egy dolgot, és az ötödik, nyolcadik alkalom lesz az, amikor azt fogja mondani, hogy jó, akkor visszaadom a pénzedet. És ezt tudni kell, hogy ez nem rossz indulata a szapport részéről, hanem egész egyszerűen ez ki van nekik adva. Kínaiaknál elég nagy a fegyelem ilyen szempontból, végig kell lépkedni ezeket a lépcsőket, és a végén el fogunk jutni oda, hogy megfelelő megoldást találjunk, amihez viszont az is kell, hogy megpróbáljunk megfelelő megoldást találni, mi sem bekeményedni, hanem egy olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó, és a lehetőség szerint a lehető legegyszerűbb. Ennyi, ezt a témát lezártam. A másik, amit nagyon röviden említeni szeretnék, hogy itt van ugye ez a 3D nyomtató, és múltkor már mondtam, hogy szeretnék egy olyan adást csinálni, ami mérföld hosszú adás lesz, és igazából semmi más nem lesz benne, csak az, hogy nyomtatunk a 3D nyomtatóval. És fogok erre egy nyereményjátékot csinálni. Mindenki kérhet valamit, hogy mit akar kinyomtatni velem, amit majd el fogok neki küldeni, és aztán megszavazzuk, hogy ki legyen az, aki megkapja ezt a terméket, vagy amit ki akar nyomtattatni. És akkor ezt, szépen ezt a nyomtatást végig fogjuk követni, élőadásban fog menni, sok-sok órán keresztül én itt fogom hagyni a gépet, aki rá akar nézni, az ránéz, és nézheti, hogy hogy történik a nyomtatás. Ez valószínűleg nem azt fogja jelenteni, hogy itt fogtok ülni 10 órán keresztül és nézitek, de érdekes lehet olyan szempontból, hogy néha rá lehet majd nézni a képernyőre, és meg lehet nézni, hol tart ez az esemény. Szóval ez valamikor mostanában majd el fogom indítani. Megjött az anyag, a nyomtatószál. Én már egy pár dolgot a nyomtatóhoz itt mai ki is nyomtattam, tök jók lettek, úgyhogy készen állok erre a feladatra, és ezt valamikor a napokban el fogom indítani. És akkor most jön a telefon. Ez a telefon, az a telefon, ami... Közben vettem elemet az egerembe is. Szóval, ez a telefon, az a telefon, ami... Mindjárt átkapcsolok. Na, most miért nincs képen? Az előbb még volt képen. Képet akarok. Be van dugva. Ah, megjött a kép. Szóval, ez a telefon lesz az a telefon, amit ki fogok sorsolni a karácsonyi nyereményjátékban. Úgyhogy próbálom kímélni ezt a telefont nyilvánvalóan, mert hogy ez egy ajándék lesz, és én még nem is használtam, most bontottam ki egy nappal ezelőtt, úgyhogy most megnézzük azt, hogy milyen tartozékok vannak benne első körben, egy picit megpróbálok rá zoomolni erre a dologra, hogy jobban lássátok. Majd azt mondjátok, hogy milyen a képminőség egyébként így a YouTube-on keresztül, mert erre kíváncsi vagyok, utólag meg fogom nézni, de azért meséljetek már itt nekem, majd olvasok. Ja, és Péter meg kérdezi, hogy Gearbest-ból, igen, ez egy ilyen, hogy is mondjam, na. Szóval egy Gearbest póló van rajtam, és a Banggoodnak a telefonját csomagoljuk ki. De mindegy. Ezt... Majd ha Banggood is küld pólót, akkor majd Banggood pólóban leszek. Szóval leemelve a tetőt, észrevehetjük, hogy nincs itt a telefon, mert hogy a telefon egy egészen más helyen van, mégpedig a telefon itt van. Mert hogy ez egy strapa telefon, úgyhogy most egy ideig strapáljuk ezt a telefont. Kicsit vizes lettem. Jaj! Nagyon remélem, hogy amikor kiveszem majd ebből a köcsökből, vagy miből, akkor is ugyanolyan jól fog működni, mint amikor beletettem. Most minden esetre itt ázik még egy kicsit, amíg átnézzük a tartozékokat. Túl sok gondolom, hogy nem lesz egyébként, mert ugye ez egy viszonylag olcsó telefon, és majd át fogjuk nézni természetesen a hardware-nek a specifikációit is. Szóval van egy borítónk, amin van egy szintű, aztán slusz, kapunk kijelzővédő fóliát tartalékba, ami
szerintem azért ez egy jó dolog. Van egy leírás arról, hogy hogy töltsük a telefont. És van benne angolul is, összesen 4 pont van benne, úgyhogy gondolom ez nem valami extra dolog, de mindegy, ha valaki akarja, majd elolvassa. Aztán víz alatti kamera. Igen, hát a víz alatti kamera az ugye a Ulefone Armor szériának a sajátja. Van benne egy ilyen funkció, lehet vele víz alatt fényképezni. Ha jól emlékszem, amikor ezt bekapcsoljuk, akkor más nagyon nem működik a telefonon, viszont fényképezni meg lehet. Egy garanciakártya és egy user manuál mindenféle nyelven. Nyilvánvalóan magyarul nem lesz, de van benne angol, van benne spanyol, olasz, német, ukrán, francia, orosz. Szóval mindenki megtalálja azt a nyelvet, amit éppen ismer. Szerintem az angol, meg a német, meg talán a francia lesz az. Bár nem hiszem, hogy túl sok segítségre lesz szükség, de tehát ki tudja. Kapunk egy ilyen... Na, ez így nem lesz jó ez a kamera. Mert hogy ez így nem tudom, hogy miért kapcsol le, ezt majd meg kell nekem néznem. Ha hát kapcsolom ide, akkor mi történik? Aha, így meg van egy ilyenünk. Hát mindegy, most egyelőre így maradunk, aztán majd a következő adásra ezt kikapcsolom. Illetve megpróbálom átkapcsolni még fényképezőgép módra, és megnézzük, hogy itt mi történik, de itt is van. Úgyhogy hát ez annyira nem jó. Na mindegy, lényegtelen. Az van, hogy most látom, hogy nálatok itt elment az adás közben, mert mindegy, visszajön. Majd nyomkodom a gombot a kamerán. Szóval van egy ilyen pilinckánk, amit kaptunk hozzá. Ezt azért kapjuk ezt a pilinckát, mert hogy az alján lévő töltő csatlakozónak a fedelét gondolom én, ezért kapjuk, hogy ezzel lehet kipiszkálni. Egyébként így körömmel ki lehet, nekem sikerült, nem kellett hozzá pilincka, de van hozzá ez is. Kapunk egy csuklópántot, ez mondjuk kivontottan jól jöhet a víz alatti fényképezésnél, nem hagyjuk el a telefont. Kapunk egy USB kábelt, ami, hát ez nem Type-C kábel, ami egy kicsit számomra elszomorító, most már azért manapság már úgy illene Type-C-ben gondolkozni szerintem mindenkinek, de hát mindegy, úgy látszik, hogy az olcsó kategóriában ez még nem fér bele, és hát utoljára ezt már kisebb bontom, nyilvánvalóan egy töltőfej, hogy milyen töltést tud, ezt meg majd megnézzük a specifikációban. Nagyon lusta voltam, és nem néztem meg azt sem, hogy pontosan mi van ebben a telefonban. Nagyjából van elképzelésem, vagy pontosabban emlékeim vannak, hogy milyen hardware van benne, de mindjárt átkapcsolok a specifikációs oldalra, és együtt átbogarásszuk. Jó, ezt még becsukom, és de jó, hogy működik az egerem, azért ez egy marha jó dolog. Átkapcsolok ide, és áthúzom ide, és már látjátok is. Ez a Banggood-nak az oldala, cseh raktárban van jelenleg a telefon, és ahogy látjátok, $103 került, tehát nagyon-nagyon baráti az ára. Annak ellenére, hogy ez egy csapatelefon. Persze ennek a baráti árnak nyilvánvalóan megvan a maga oka, és ez a hardwareben keresendő, ez az ok. Kupon valószínűleg nincs hozzá, nem is szokott a csapatelefonokhoz kupon lenni, de lehet, hogyha majd megírom a cikket, akkor megpróbálok kérni hozzá spéci kupont nektek, ha valaki meg akarja venni, akkor olcsóbban tudja megvenni. Szóval, amit elsőként ugye lehet látni, hogy B20 támogatásunk nyilvánvalóan van, és azért van, mert hogy egy viszonylag új központi egység van benne, ez az MT6761, mégpedig, ha jól emlékszem, akkor van ennek egy M jelölése, tehát 6761M, de ezt most csak így az emlékeimből mondom, mert hogy a 6761 az a Helio A22, ebben viszont a Helio A20 van, és az az M-es, ha jól emlékszem. De ha nem, majd akkor kijavítotok. A lényeg az, hogy ez egy 4 magos processzor, aminek 1,8 GHz mindösszesen az órajele. Ami azért mindenképpen jó, hogy ez a Helio 20 meg 22, ezek viszonylag új központi egységek,
így aztán nagyon nem kell lemondanunk az extrákról. Extrák. Hát nem tudom, mennyire számít extrának az, hogy például két csatornás wifi van benne, 2, 4, meg 5 GHz, ugye hazudok, itt van AC szabványú a wifi, tehát ez azért egy viszonylag jó dolog, és 5-0-ás a Bluetooth-unk is, és támogatja az amerikai, az orosz, meg az európai műholdakat is a navigációhoz. Úgyhogy ebből látszik, hogy azért ez nem egy nagyon-nagyon rossz központi egység, minden esetre nem is túl erős nagy valószínűséggel, ugye a 4 mag miatt, ezeket a MediaTek kimondottan a belépő szintű telefonokhoz fejlesztette ki. Ez az Armor X, ez meg ugye az Armor családon belül az egyik leggyengébb, nem a leggyengébb, van ennél még gyengébb is, de ez viszonylag egy gyenge. Szenzorokkal is viszonylag jól el van látva, ez ugye megint az Armor sorozatnak a sajátja. Van benne gravitációs szenzor, nem tudom mi az a P-szenzor, meg L-szenzor, ezeket majd meg kell néznem. Nekem is van benne elektronikus iránytű, OTG, van NFC-nk is, ami megint csak nagyon jó, arcfeloldás és új lenyomat olvasó is, ezeket sem spórolták le. Van 3,5-es jack csatlakozónk, van FM rádiónk, van IP68-as és IP69K por és víz elleni védelmünk. Ugye ez azt jelenti, hogy régebben az IP68-as eszközöket mondtuk vízállónak, az IP69 az a csúcs, a porállóságban a 6-os osztatú skálán a legjobb, a vízállóságban pedig a 9-es osztatú skálán a legjobb, és a K jelölés az egy plusz fokozat, ami a nagynyomású víz elleni ellenállóságot is jelenti. Tehát lehet mondjuk sterimóval locsolni, ha valakinek ez a mániája is ezt szeretné. Úgyhogy ilyeneket tud, és elméletileg igen, itt lehet látni ezen a képen, bár elég picike, hogy ezt a 1810 szabványt is támogatja, 810 ellenek hívják talán, megnézem, igen, nem G-nek, bocsánat, ezt a szabványt is támogatja, ugye erre mondják azt, hogy ez a katonai szabvány, tehát ez ilyen még egy plusz. Valamelyik cikkben már egyszer részletesen leírtam, hogy ezek mit jelentenek, majd ha megírom ezt a cikket, valószínűleg Ctrl-C, Ctrl-V át fogom másolni. Ja, itt azért valami látszik, nyomás 57 kilopaszkál, 25 fokos hőmérséklet mellett, és 4 órát bír ki, ezt itt írja. A 50 és 90 fokos páratartalom mellett 23 és 60 Celsius fok között vizsgálva 6-8 órát bír ki, ez a katonai szabály, tehát akkor itt vannak. Azt mondja, hogy a közvetlen napsugárzási teszt is van, ugye ez azt jelenti, hogy egyszerűen kirakják a telefont a napra, 49 fokot írnak, meg a besugárzási energiára 1120 watt per négyzetmétert, és 19 óra 58 percet tudott a teszt alatt ez a készülék, ami azért valljuk be nem rossz, ismerve a mobiltelefonokat, amiket kinfelejtünk a gépkocsiknak a szélvédője mögött. Úgyhogy igen. És akkor van savas atmoszféra teszt is, ami 35 fokon van, a pH érték 4,17, 2 órán keresztül permeteztek rá savas közeget, és 22 storage, ez nem tudom mit akar jelenteni, valószínűleg két órát bírt úgyhogy permetezték rá ezt a cuccot, és a benne lévő adattároló pedig 22 órán keresztül maradt sértetlen, tehát 22 órán keresztül még el lehetett érni a rajta tárolt adatokat. Úgyhogy ez egy igen jó ellenálló telefon, és kimondottan ez egy munkatelefon, ugye nyilvánvalóan a processzor nem túl erős benne, viszont minden más meg tökéletes arra, hogy dolgozzunk vele, és egy dolgot elfelejtettem, és ezt most már nem is fogom tudni pótolni, mert hogy megcsináltam a képeket, de azért megnézem közben, bocsánat, a Gmail fiókomat, hát ha leszinkronizálta, és akkor át tudom másolni még, de hát nyilvánvalóan nem. Úgyhogy a kép, ezért elnézést kérek, a képeknek a tesztjét azt majd később fogjuk akkor megejteni, pontosabban hát majd a cikkbe bele fogom írni, és
ott látni fogjátok azt, hogy milyen képminőséget produkált. Én sem láttam, még nem néztem meg, megcsináltam a tesztképeket, aztán egyelőre így maradt a dolog. Amivel még akartam kicsit foglalkozni, az a központi egység, ezt is megkerestem, mert hogy fejből azért én sem tudok mindent, nem tudom megegyezni. Azt lehet látni, és ezért is mondtam, hogy viszonylag korszerű ez az egység, ugyan az órajel viszonylag alacsony, meg ugye kevés a mag, viszont 64 bites, egy Power VR GE 8300 grafikus vezérlő van benne, 550 MHz-es órajelen, támogatja az 1600x720p-s kijelzőket, tehát a HD plusz kijelzőket támogatja, H264-es videót, és 1080p-ben tud 30 fps-t. Ezek lényegesek, ugye DDR4, DDR3 memóriákat támogat, igen, az eMMC 5.1-es háttértárakat, a maximum kamera az 13 plusz 5 megapixel, vagy egy 16 megapixeles kamera, és hát így nagyjából ennyi. Azt hiszem, hogy ezek a lényegesek, most az LTE kategóriákkal, meg ilyenekkel nem foglalkozunk, mert nem érdekes számunkra. A többit meg már nagyjából elmondtam, amiről én nem beszéltem, az a kamera, úgyhogy ezt vissza is tekerek ide, és megnézem a kamerákat. 13 megapixeles a hátlapi kamera, ami 1080p-t tud összességében. Nincs rajta semmilyen segédszenzor, úgyhogy nincs rajta 2 megapixeles, semmit sem érő, akármi se, hanem csak egy 13 megapixeles, és van egy 5 megapixeles frontkameránk, vagy selfie kameránk, attól függ ugye, hogy ki hogy szereti nevezni. Úgyhogy nagyjából ennyi, és ezt most így visszakapcsolom, és akkor elővehetjük ezt a telefont. Most átkapcsolok inkább a másik kamerára, mert mégiscsak jobban fogjátok látni. Én is egy nagyon csinos ember vagyok, de azért mégiscsak a telefon lenne itt a lényeg, és már megint nincsen kép, ami most már jó lesz. De ezt nem látjátok szerencsére, mert nem húztam át addig a kamerát. Ránézek a hozzászólásokra. Azt mondja a Tamás, szuper, csak így tovább, nálam nagyon jó a képminőség, mondja Dénes, ennek nagyon-nagyon örülök, és Tamás, szia, egész jó a kép, itt-ott néha becsillanít, gyors mozgásnál kicsit betöredezett picit. Oké, a kép tökéletes, köszönöm szépen, minden tuti. Szóval, ide készítettem egy tekercskésztörlőt, hogy ne vizezzek mindent össze. Mindegy koszos a körmöm, atya úristen. Ez az egész napos munka. Na, mindegy. Oda kell figyelnem ezekre a dolgokra, mert egyszer itt valamelyik videómat csináltam, és egész nap füvet nyírtam fűkaszával, ami kidörzsölte az ujjamat, és az történt, hogy lett egy óriási nagy vízholyag rajta, ami persze kidurrant, és lett egy nagy seb, és be kellett ragasztanom az ujjamat, és valamelyik telefon bemutatót így vettem föl, hogy be volt ragasztva az ujjam, és valaki szóvá tette, hogy el kéne ezt rejtenem, legalább nem utogassam, hogyha be van ragasztva. Úgyhogy ilyenekre oda kell figyelni, hogy az ember a beragasztott ujját nem utogassa, mert az nem tudom, nem illik, vagy nem tudom. Mindegy. Szerintem ez egy hülyeség, de hát ugye, mindegy. Na, a telefont a szépen letörölgettem, most már jó fél órája egyébként itt ázott. A hangszoróból még jön egy kis víz. Így, a vizet azt félreteszem, mielőtt ki fogom borítani. Szóval itt a telefonunk, az már biztos, hogy bekapcsolni bekapcsolt. Leszedem a fóliát. Új lenyomat. Azt mondja, túl sok próbálkozás az új lenyomatra, úgyhogy akkor most egy kicsit elhúzom, mert a PIN kódomat azt mégse akarom megmutatni itt élőben. Ígyni. Hát az mondjuk már biztos, hogy a telefon működik. Ezt jól lehet látni. Ezzel nincsen semmi probléma. Megnézhetjük itt is a tulajdonságokat. Nem tudom, mennyire fog látszani. Mindegy, hát most majd ezt őket úgyis lefényképezem,
Ugye megint csak az élő adás varázsa, ahol minden tökéletes nem lehet, de majd egyszer minden tökéletes lesz. Nézzük a telefont. A telefonról. Eszköznév, igen, telefonszám, igen, egy kártyát még nem raktam bele, nyilvánvalóan van egy modell és sorozatszámunk, az sem érdekel, az Android verzió az 10-es rajta, ami azért nem rossz. De hát ugye mondtam, hogy ez egy nyilvánvalóan egy friss telefon és egy friss központi lapka van benne, úgyhogy igazából ezen nagyon csodálkozni nem is csodálkozhatunk. Teljesen alap Android van rajta, nem lapoztam végig az összes beállítást, ezekről ugye azt kell tudni, hogy nyilvánvalóan tudnak magyarul, viszont azért ezeknél elő szokott fordulni, itt-ott némi kis angol szöveg. Nagyon-nagyon minimális, szerintem ilyen 1-2 százaléknyi, ami bennmarad, és több nincs, de azért van angol szöveg. Aztán, amit meg akartam még nézni, és azt sem néztem meg, hogy van-e rajta... Na, igen. Szóval ez az a programcsomag, amit rá szoktak rakni az Ulefone Armor telefonokra, és ezek azok, amik ki tudják használni igazán a telefonnak a szenzorait, meg a képességeit. És ebből is látszik, hogy ez egy abszolút munkatelefon, ugye van rajta szögmérőtől elkezdve itt egy zseblámpa, meg inga, tehát ugye függőlegest lehet vele nézni, meg hangerőt lehet mérni, van rajta iránytű, tehát ez egy kimondottan, ide fölrakom így, így jobban lehet látni, ez kimondottan egy munkatelefon, ahogy az Armor sorozat mindegyike munkatelefon, ezt nyugodtan mondhatjuk, és mindegyikben benne van ez a programcsomag, némelyiknél ugye ki van egészítve mással is, mert azt most nem is tudom, hogy az újakban van-e UV mérő, de az Armornak a 7-es szériájában van 7-esben? Úgy emlékszem, a 7-esben, igen, van UV mérő is, és akkor meg lehet nézni a napnak az UV sugárzását, hogy kimaradhatunk-e, vagy nem, vagy leégünk, vagy nem. És ugye ahhoz is van itt egy program. Úgyhogy ezt mindenképpen meg akartam mutatni, most nem fogom elindítgatni a programokat külön, hanem elindítunk rajta egy tesztet, és megnézzük, hogy mit tud ez a telefon, ez a szerencsétlen fényképezőgép, erre valamit ki kell találnom a következő alkalomra, de mindegy, ezen most emelkedjünk fölül. Letöltöttem már a tesztprogramokat, úgyhogy elméletileg mindennek itt kell lenni készen létben. Igen. Ugye a PC Mark az a tesztprogram, amit arra szoktam használni, hogy a telefonnak a normál napi felhasználás közben mért teljesítményét tudjam valamilyen módon prezentálni, meg összehasonlítani. Ugyan ebben is van grafika, de még talán ez áll a legközelebb ahhoz, hogy... Hopp! Na, elejtettem, majdnem. Szóval ez áll a legközelebb talán ahhoz, hogy bemutassa azt, hogy mit tud a telefon. Nem is tudom, miről kéne közben még beszélnem. Mert ugye ez a teszt most egy darabig el fog futni, addig letörlöm a vizet például, hogy egy kicsit elfoglaljam magam. Kérdezzetek ti valamit, és majd válaszolok. Valami olyat, amire sokat tudok beszélni, és sokáig tudok válaszolni. Tudom, hogy egy kicsit csúszik az adás, meg az élő történések közötti dolog. Ide hozhattam volna magamnak egy pohár vizet, mondjuk. Ebbe a telefonos vízbe nem fogok beleinni. Szóval, miről kéne még beszélni? 3D nyomtató? 3D nyomtatóról nagyon nem tudok már mit beszélni, mert azt elmondtam mindent. A 3D nyomtató az egy iszonyatosan jó darab, főleg azért az árért, ami bekerült, és most már van hozzá szálvezetőm is. Ezt mindenképpen azt szokták mondani, hogy ezt meg kell csinálni, mert elég bután van megoldva a nyomtatószálnak a tárolása rajta, és meg tud törni a szál, ahogy belép abba a csőbe, ami a nyomtatófejhez vezeti. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell csinálni, és nagyon-nagyon fasza lett.
iszonyat mennyiségű kinyomtatható 3D-s dolog van a neten, magához a géphez is, meg egyéb dolgokat is lehet vele csinálni. A fiaim holnap reggelre például rendeltek tőlem, egyébként működik a hangszóró is, nem tudom, hogy halljátok-e, annak ellenére, hogy víz alatt volt. Szóval rendeltek tőlem 2 darab fehér kacsát, amit ma este még adás után el kell indítanom, meg kell keresnem és el kell indítanom. Aztán milyen tesztek lesznek még, ezt is elmesélem. Lassan vége az évnek, bár ugye ez annyira még nem tűnik közelinek, de azért most már november van lassan. És hetente általában 1 darab tesztet szoktam. Hetente általában 1 darab tesztet szoktam csinálni. És ez azt jelenti, hogy lényegében még 4 darab tesztre van idő erre az évre. Valószínűleg egy kicsit bele fogok húzni, és több teszt lesz idén. És lehet, hogy még december elején is lesz 1-2. De minden esetre már túl sok nincs. Úgyhogy a múltkor kicsomagolt notebookkal még tartozom, mint tesztel, azt még le kell mérnem, meg kell írnom. Aztán ezen kívül jött egy Xiaomi légtisztító, amiről tesztet kell írnom. Jön még egy Xiaomi TV stick, amit mindenképpen ki akartam próbálni, meg akarom írni. Remélem, hogy időben megérkezik még a bevásárlási szezonban, mert hogy ugye az egy egyszerűen a TV-be, a HDMI portba dugható stick, ami egy Android TV alkalmazást futtat, és okosíthatjuk vele a TV-t, és mivel Android TV-t használok, és most kérdezi Tamás közben, hogy mi a saját véleményem a TV-ről, mindjárt elmondom. Szóval mivel Android TV-t futtat a TV is, meg a box is, én ezeket használom most már, ugye a boxot használtam eddig, most meg a tévét használom, és én nagyon szeretem. A Xiaomi tévéről a saját véleményem az, hogy szokni kell. És ez nem rossz, hanem jó, mert hogy amikor annak idején átváltottunk HD-ről Full HD-re, akkor is pont olyan érzésem volt, mint most a tévével van, ugye a Full HD és a 4K közötti váltásnál, hogy hozzászokik az ember ahhoz, hogy egy bizonyos szintig a filmek, a minőség egy picit el van mosva. És ettől érezzük egy kicsit ilyen moziszerűnek a hatást. És emlékszem jól, amikor átváltottunk a Full HD-re, akkor is pontosan ugyanaz az érzés volt, mint most a 4K-nál, hogy iszonyatosan éles a kép, és ettől egy picit ilyen steril érzésem van. Tehát borzasztó jó a kép, nincsen vele semmi baj, pont az a baj, hogy túl jó a kép. Tehát ugye, de ez megszokás kérdése, és egy idő után az ember átáll erre, és akkor már nem fogja annyira sterilnek érezni. Tehát hogy mondjam ezt, hogy értsétek? Kicsit olyan a különbség, mint amikor a régebben megnéztünk egy jó minőségű mozifilmet a tévén, és aztán bekapcsoltuk a tévét, és megnéztük a Jó barátokat, vagy nem tudom, mindegy, nem, a Jó barátok az nem jó, mert az is inkább ilyen mozis stílusban lett fölvéve, valami magyar sorozatot, tök mindegy melyiket, és ugye azok nem ilyen mozis hangulatúak, nem mozis a fény, nem mozis a elmosás, szóval egy kicsit ilyen steril, és most egy picit ilyen érzésem van a tévével, de ez nyilvánvalóan nem a tévének a hibája, ezt a fényképezőgépet ezt most már kezdem unni, nem a tévének a hibája, hanem a technológiának a hibája. És olvastam olyan véleményeket, még régebbi tesztekben, aztán pont a Rendei Kínai csapatánál jelent meg az 55 szolosról egy teszt, ahol nem voltak megelégedve a képminőséggel, mert hogy változónak ítélték, én ezt most nem látom. Előfordulhat, hogy azóta változott azért a tévé is, ugye ők ezt már hát egy jó erős fél éve, vagy egy éve, nem is tudom, valahogy így tesztelték az 55 szoros tévét. Az ő tévékünk például ugye még nem volt Netflix sem, meg problémás volt az HBO Go telepítése, mostani ilyen már nincsen, mert hogy van az európai, az ES verzió belőle, amin van dedikált Netflix gomb is, de a másikra is föl lehet telepíteni a Netflixet a net szerint, ugye nyilván ezt nem próbáltam, mert nekem erre nem volt szükségem.
Úgyhogy a tévével egyelőre nagyon meg vagyok elégedve. Előtte egy LG tévém volt, ami egy Full HD tévé volt, ugyanez a colméret, ugye ez a 43-as, és igazából nekem ez elég is. Mondhatjátok, hogy kicsi, nekem a mostani helyre sem kell nagyobb, én ezt szeretem, ezt a méretet, és nem is fogok ennél nagyobb tévét venni, még ha tudnék sem, mert fölöslegesnek érzem, meg nagy is. És most, hogy hirtelen az LG TV-vel tudom összehasonlítani, a hangja talán egy picit jobb, mint az LG-nek, de azért nem esküdök rá, tehát ebben a szempontból nem mondanám valami őrülten kiemelkedőnek. Ha jól emlékszem, akkor talán 2 darab 8 wattos hangszóró van benne, de ezt most megint csak így kútfőből mondom. Lehet, hogy 5 wattos, és 8 wattos van a 55 szólosban, vagy abban 10 wattos van. A kutya tudja már, mindegy. Szóval a hangtól nem vagyok elájulva, de nem rossz. Az LG-nek se volt rossz a hangja, ennek se rossz a hangja. Nyilvánvalóan, ha valaki ennél jobbat akar, akkor kössön rá egy erősítőt, ahogy én is rákötöttem már az erősítőt, és működik. Az egyetlen, ami ezzel kapcsolatban negatívumnak érzek, valamilyen oknál fogva van ez a HDMI ARC vagy ARC kimenet, bemenet, ami ugye arra szolgál a modern eszközökön, hogyha ezen keresztül kötjük össze mondjuk az erősítővel, akkor amikor bekapcsoljuk a tévét, akkor bekapcsol az erősítő is, és akkor ez így tök jól működik, és át kéne vinni a hangot. És nekem valamilyen oknál fogva nem sikerült ezen a HDMI-n keresztül kijuttatnom hangot a tévéből. Ennek még utána kell néznem, hogy ezt mi okozza, vagy van-e valami olyan beállítás, amit még nem találtam meg, és ezért nem működik. Közben a Work program lefutott, és 4755 pontot csinált, és mindjárt megnézem az utolsó telefontesztünkben az oldalon ezt a kamerát, most már le fogom lőni. Szóval megnézem mindjárt az utolsó tesztünket, ami telefonteszt volt, ha megtalálom persze. Na, hol van? Milyen rég volt már telefonteszt az oldalunkon? Ugye van egy táblázat, és abban meg tudom nézni azt, hogy cikkek, mobiltesztek és okos telefontesztek. Az Humidigi S5 Pro volt az utolsó telefonteszt, ebben megnézzük egy táblázatot, hogy mondjuk a jóval erősebb procik mit produkáltak. És hát igen, szóval az Humidigi S5 Pro-hoz képest, ami ugye egy Helio G90T-s központi egységgel rendelkezik, és tudott 10.431 pontot, ehhez képest ő 4.755-öt tud, és a Mi Note 10-em, ami a Snapdragon 730G-vel rendelkezik, az pedig 7355 pontot nyomott az én tesztemben annak idején, amikor mértem, és ugye ehhez képest tud 4755-öt. Tehát lehet látni, hogy egy ilyen kicsit erősebb, középkategóriás lapkához képest ez a 4 mag, ez pont a felét tudja, mint a 8 magos egységek. Lefuttatunk még rajta egy memóriatesztet is. Azt mondja, hogy illetve előbb lefuttatjuk ezt a Computer Vision nevű dolgot, de ezt valamiért föl sem installáltam, nem értem, hogy miért, pedig emlékeim szerint letöltöttem. Akkor közben még a tévéről mesélek. Szóval az a helyzet, hogy még nem jöttem le, hogy ezen a HDMI-n keresztül miért nem tudom a hangot kijuttatni a tévéből, ez alapvetően problémának érzem. Szerencsére van rajta optika is, és az optikán keresztül kijön a hang. Viszont ezzel kapcsolatban meg az a probléma, hogy az Android TV-n belül át kell kapcsolni a kimenetet a saját hangszóróról az optikára. Tehát magyarán, hogyha nem kapcsolom be az erősítőt, és át van kapcsolva, hogy az optikán keresztül kijöjjön valami jel, akkor ugye nem jön ki. Tehát most belezavarodtam. Tehát ha átkapcsolom az optikára, hogy kijöjjön a jel, akkor ugye a tévé hangszórója nem szól. Viszont ha nem kapcsolom be az erősítőt, akkor nincs hang. És mivel nem a HDMI ARC-n keresztül jön a jel, így aztán az optika nem fogja nekem bekapcsolni az erősítőt, és így előfordul, hogy szépen leülök a tévé elé,
bekapcsolom, és nincs hang. És akkor föl kell állnom, és elmenni a erősítőnek a távirányítójáért, mert nincs ott mellettem, és akkor értitek, szóval ez olyan kényelmetlen. Úgyhogy ennek majd utána kell néznem ennek a HDMI dolognak, hogy miért nem akar működni, mert ez így szerintem butaság, és ennek mennie kéne. Jaj. Közben nézegetem a telefont, bocsánat. A storage az mindjárt meg is van. Oké, vissza is kapcsolok akkor a másik kamerára. Nyilvánvalóan akkor, hogyha működik, mert megint nem működik. Úgyhogy most fog működni. Elindítjuk ezt is. Ez ugye a háttértárnak a sebességét méri, ez egy nagyon gyors teszt, ez gyorsan lefut. Na, szóval visszatérve a tévére, meg vagyok vele elégedve, ilyen apró problémák vannak, amik úgy gondolom, hogy azért mégiscsak problémák. Tehát mint tévé gyönyörűen működik, és nagyon jó a kép, és nagyon-nagyon tetszik. Hát ezt a hang dolgot még meg kéne oldanom valahogy, mert hogyha ez meg lenne oldva, akkor lenne tökéletes. Amit még nem próbáltam rajta, az a Bluetooth. Ha minden igaz és jól tudom, akkor van rajta Bluetooth-unk. Közben Tamás írta, hogy 2x8 wattos a speaker. Akkor mégiscsak jól emlékeztem. Szóval, hol is tartottam? Na, kiestem a ritmusból. Igen, szóval ezt a HDMI-t meg kell oldanom. Ennyi. Ezt mindenképpen meg kell oldani, és egyébként meg szeretem a TV-t, meg tetszik, meg ugye az Android TV tök jó, és akkor most így kiváltottam a TV boxot, és egy darab távirányítóval tudok operálni, és nem kell két darab távirányító az asztalra. Úgyhogy ezt így szeretem. És az ára is jó volt a tévének. Remélem, hogyha megírom a cikket, akkor ugye fölrúgom a lámpát. Ha megírom a cikket, akkor remélhetőleg fogok tudni kérni kupont hozzá a nagyon kedves bangúdos hölgytől, aki leváltotta nem olyan régen a nem annyira kedves előző bangúdos hölgyet, akivel nagyon nehezen tudtam megérteni magam, mert szerintem még nálam is rosszabbul beszélt angolul, és nagyon sokszor írt nekem olyanokat, amit megmutattam a páromnak, aki viszont nagyon jól beszél angolul, mert azt gondoltam, hogy én nem beszélek elég jól angolul, és ezért nem értem, és aztán mindig kiderült, hogy ő sem érti. Úgyhogy most ez a hölgy, ez szerencsére egy másik régiót kapott, és kaptam egy másik hölgyet, aki viszont nagyon-nagyon kedves, és nagyon segítőkész. Közben lefutott a teszt, és 4118 pontot tudott, és megnézem mindjárt a másik tesztemet. Hát ez megint csak a fele. A MediaTek Helio G90T 8318-at tudott, a Mi Note 10 az 13000-et lényegében, és a Poco X3 az pedig tudott 14800-at. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy hát ez is így elfeleződött. És akkor van még utoljára ez a Computer Vision nevű tesztünk, amit még mindenképpen akartam futtatni. Mennyi ideje megy az adás? 19.47, 3-4 órája, ami tök jó, mert lehet, hogyha még van kedvetek hozzá, akkor lehet, hogy még elindítok egy 3D márkot is, és megnézzük azt is. Na! Szóval a tévéről nagyjából ennyi, azt hiszem. És szeretem, és tetszik, és megint elment a kép, és sírok már ettől, de mindegy, majd valamit kitalálok rá. És ha átkapcsolom ide, akkor mi történik? Nem. Ki kell kapcsolnom ezt a négyzethálót, valahol biztos ki lehet kapcsolni a menüben, de nyilvánvalóan erre nem gondoltam, amikor beállítottam itt az adáshoz a dolgokat. Igen, ez az autofókusz, ez megint még szarabb. Ez sem kell. Hát ez sehogy se jó. Úgy látom. Úgyhogy hát mindegy, így hagyom, aztán majd a következő adásra kiszedem belőle, és akkor ez is jó lesz. Na! És amiről még nem beszéltem, lesz még egy tesztem. Volt egy régi álmom, amit szerettem volna megvalósítani, csak mindig sokaltam a költséget. És hát a gearbestes hölgyel sikerült bizniszelnem,
egy kicsit, és így aztán némi kedvezménnyel hozzájutottam egy elektromos kerékpárhoz, ami most alaphangon 1000 dollárba kerül a Gearbest-en, és ma jött meg, mentem vele 3 kilométert, avval a töltéssel, ami benne volt, és egyelőre kurva jó. Már bocsánat a kifejezésért. Szóval az a helyzet, hogy iszonyatosan jó a cucc, úgyhogy idén még várhatok egy kerékpártesztet is, és nagyon remélem, hogy nem fog esni az eső, vagy a hó, de igazából még ha esne se lenne probléma, mert hogy ez a bringa, ez olyan, hogy igazából ez nem csak egy városi kerékpár, hanem egy ilyen terepkerékpár, és jó kis nagy bordázott gumiai vannak, úgyhogy lehet vele menni erdőn, mezőn át, 350 wattos motorral rendelkezik, 5 fokozatban lehet állítani a rásegítést, tehát hogyha tekerem a pedált, akkor milyen erősségben segítsen rá ugye erre a tekerésre, és alaphangon, hogyha csak az elektromos motort veszem igénybe, akkor 25 km per órát tud. Nyilván nem lejtőn lefelé, mert ott többet, de még emelkedőn fölfelé is 24 km per órával sikerült menni. Van rajta váltó, Shimano, ha jól, nem tudom, hogy valószínűleg így kell mondani. Van rajta egy váltó, aminek semmilyen hatása nincs az elektromos hajtásra, tehát magyarán, hogyha elektromosan hajtjuk, akkor ugye a agyban van a motor, a hátsó kerék agyában, és így aztán a váltónak semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen gyorsan megyünk. Viszont, amikor a rásegítést használjuk, és tekerjük a pedált, akkor már van értelme a váltónak, és hát ma, ha jól emlékszem, akkor olyan 35 km per óráig sikerült felgyorsulnunk bele, ami a kerékpár méretét tekintve úgy gondolom, hogy elég frankó. Úgyhogy ilyen. Erről majd mindenképpen fogok csinálni egy adást is, meg írok egy cikket is, és azt szerette volna a hölgy, és ez volt a biznisznek az egyik része, hogy még a karácsonyi szezonban jelenjen meg ez a cikk, tehát lehetőség szerint valamikor így a 11-11 táján, úgyhogy azt tudom mondani, hogy valószínűleg, közel megint lekapcsolt ez a kamera, valószínűleg a második héten, november második hetén fogtok erről látni videót, meg fog készülni róla egy cikk is. Na, van egy 2769 pontunk, bezártam, mindegy 2769, és összehasonlításképpen, papparapparap, 6788 a Helio G90T, 4455 a Snapdragon 730G, és 4252 volt a Poco X3-ban a 732G, a Snapdragon 732G, tehát itt is mondhatjuk, hogy lényegében elfeleződött a teljesítmény. Nyilvánvalóan, ahogy ezt már mondtam, hogy ez a telefon ugye nem egy játékos telefon, ez egy igazi vérbeli munkatelefon, és azt gondolom, hogy ez a teljesítmény, amit ez a telefon tud, ez a munkához mindenképpen bőven-bőven meg kell, hogy feleljen. Azt lehet látni, gondolom, hogy látjátok ti is, hogy az a probléma nincs, hogy lassan indulnának a programok. Antutut most nem futtatok le, a 3D márkot még elindítom. Jaj, volt itt egy új teszt. Tényleg most jut eszembe, hogy lecserélték a 3D márknak az egyik tesztjét, és ezt a tesztet én még nem is láttam. Úgyhogy, hogy van? Így van? Igen. Aha. Kicsit arrébb tolom, hogy lehessen látni. Még egy picit rázumolok, úgy. Égyni. És akkor jól látjátok ti is. Ezzel megnézem a hozzászólásokat. Azt sem tudom egyébként hányan vagyunk, mert hogy megint nem írja a stream nekem itt a YouTube stúdióban, hogy hány néző van. Meg nem szóltok hozzá, és így aztán meg én motiválatlan vagyok. Na, hát tudom, múltkor, ott nem is tudom, talán a hugom mondta, hogy mindig mondom, hogy kérdezzetek, és nem kérdeztek semmit, és hogy ez azért van, mert hogy mindent elmondok, és nincs mit kérdezni, és kérdeztem, hogy akkor mi a megoldás, hogy akkor esetleg nem mondjak el semmit, és akkor lesz kérdés, de azt mondta, hogy az se jó. Úgyhogy fene tudja.
Ezt nem futott le ez a teszt. Milyen jól elindítottam, és kaptam rá 0 pontot. Fantasztikus. Pedig mennyire örültem, hogy ezt meg tudom nézni, és a stressz teszttel mi történik? Mondjuk ezt össze se tudnám hasonlítani ugye a táblázatban a többi teszttel, mert hogy ez most be se akar töltődni. Jaj. Mi történt? Telefon. Hello. Hát ez teljesen gatya. Jó. Szóval ez sem futott le, akkor megnézzünk egy olyan tesztet, amit viszont remélhetőleg meg tudunk nézni, és össze tudunk hasonlítani. Hopp. Aha, ez legalább betöltődik. És meg tudom nézni majd a táblázatban. Szóval... Szóval... A Balázs mondja, hogy lemegy alvómódba. Valószínűleg a kamera megy le alvómódba, ezzel nincsen probléma, de egyébként van ott egy másik kamerám, és az meg nem megy le alvómódba, csak fél óránként, úgyhogy itt meg kell majd nézni ennél a felső kameránál a beállításokat, mert hogy eddig USB-n volt, és USB-n valamilyen oknál fogva nem kapcsolt ki, most ugye HDMI-n van, és a HDMI-n keresztül meg valamiért kikapcsol. Úgyhogy ezt meg kell majd néznem, de ezt mindegy a következő adásra majd ezt is lerendezem, és akkor jó lesz. Tényleg nem is tudom a következő adásban mi lesz, mert lassan nincs mit kicsomagolnom. Gondolkoztam rajta, hogy lehozom a tévét ide, és bekapcsolom, és átnézzük együtt, úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy lehozom ide a tévét, és megnézzük. És aki még nem látott ilyen Android TV szoftvert, az majd szépen végignézheti velem az összes menüt meg beállítást. A képminőséget úgyse fogjátok látni nyilvánvalóan, mert 4K a képminőség, és én meg nem tudok streamben 4K-t itt áttolni nektek, úgyhogy fölrugom ezt a kamerát. Na, tessék, a húgom meg is erősített, hogy pont erről beszéltünk. Hogy nincsen interakció veletek. Ott ültök, és hallgatjátok, hogy milyen hülyeségeket beszélek. 56 perc megy az adás, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a tesztet lefuttatom, megnézzük a pontszámot, és akkor utána viszont le is fogom lőni ezt az egészet úgy, ahogy van, mert kezdek éhes lenni. És a fiaim is szerintem hiányolnak majd. Gondolkozom még, hogy mit nem mondtam el, de szerintem mindent elmondtam. A nyereményjáték ugye az majd december közepén lesz, egy pár nappal karácsony előtt élőben fogom kisorsolni azt a rengeteg 20-valahány darab ajándékot, ami itt félre lett téve nektek. És szerintem tök jó dolgok. Köztük ugye ez a telefon, úgyhogy addig tessék játszani a Facebook csoportba, és rögzíteni a rendelés számokat. Aztán akinek problémája van a rendeléssel, az továbbra is számíthat rám nyilvánvalóan. Látjátok, hogyha valakinek problémája volt, azért intézem. Ma is 3 darab porszívó elindult a vásárlókhoz, meg tegnap is elindult 3 darab porszívó vásárlókhoz. Hogy most az történik, hogy akiket én kérek, azokat előre veszi az úriember, vagy hölgy, nem tudom, kereskedő milyen nemhez tartozik, vagy pedig egyébként is ezek elindultak volna, nem tudom, de igazából lényegtelen is. A lényeg az, hogy működik a dolog, és mennek a porszívók, meg az egyéb dolgok, és hát nagyon remélem, hogy a Gearbest ezt a mostani, úgymond válságot is ki fogja heverni, és menni fog tovább az élet. Úgy, ahogy eddig. Én nagyon szeretném, mert egyébként ugye a Gearbest nagyon-nagyon jó áruház volt, és aki régóta velem van a Facebook csoportban, aztán tudja is, hogy az első 2 évben Banggooddal nem is nagyon foglalkoztam. Mert még nem volt rá szükség. Mert kimondottan a Gearbest volt az nálam az elsődleges áruház, és nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy egyszer újra ez lehet, bár a Banggoodot nyilvánvalóan most már nem fogom teljesen elhanyagolni, meg nem fogom lekapcsolni, de nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha a Gearbest újra a régi fényében csillogna,
hogy ilyen képzavarral éljek. Úgyhogy hát majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a karácsonyi szezon végig fog menni. Gyaníthatóan ők is betároznak, tehát a raktárkészlettel valószínűleg nem lesz probléma. És aztán majd januárban meglátjuk, hogy milyen irányban változnak a dolgok. Ha rosszabb lesz, akkor már most nyugodtan kijelenthetem, hogy nálam is parkolópályára fognak kerülni, ha más nem átmenetileg. És aztán ugye nyártól pedig meglátjuk megint, hogy milyen lesz a helyzet, mert ugye jön ez az új vám jogszabályváltozás, és emiatt könnyen lehet, hogy a kisebb, gyengébb képviselői a kínai termékeknek azok ki fognak hullani az európai piacról. Hogy a Gearbest most minek számít ebben a dologban, kicsinek vagy nagynak, ezt én nem szeretném elmondani, mert hogy halványra gőzöm sincs. 427 pontot kaptunk, ami hát így finoman szólva is elég csekélyke, és azt mondja, hogy a Helio G90T 2831 pontot tudott, 3405 pontot tudott a Snapdragon 730G, és 3777 pontot tudott a 732G. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy a 3D-s teljesítményének a telefonnak csapnivaló. De mivel nem egy játékos telefon, és senki nem játékra fogja venni, ez nem hiszem, hogy bárkit is zavarni fog, mert hogy egyébként meg látjátok, teljesen akadásmentes, friss a szoftver rajta, mondjuk azt most nem néztem meg, de már nem is fogom megnézni, hogy mikor az utolsó frissítés rajta, azt majd a cikkbe szépen bele fogom írni. Visszakapcsolok ide a csodálatos ábrázatomra. Na mit szóltok egyébként, milyen hangulatos lett itt körülöttem minden? Ugye? Azért tudok valamit. Pontosan 20 óra 1 perc van, 1 órája megy az adás, úgyhogy én akkor most el fogok tőletek köszönni. Rengeteg mindenről beszéltem ma, és remélem, hogy mindenben úgy nagyjából egyet is értünk, amikről beszéltem, és aztán majd meglátjuk, hogy jövő héten mi lesz. Valószínűleg akkor lehet, hogy a tévé, de még az is lehet, hogy a párásító. Szóval még nem tudom, még alakul. Sajnos a kerékpárt azt így élő adásban nem fogom tudni bemutatni, mert nem fogok tudni élő adásban kerékpározni. Jó, legyetek jók, aludjatok jól, jó étvágyat a vacsorához, aztán holnap is legyen olyan frankó napsütéses napunk, mint ma volt, és akkor elmehetek kerékpározni. Szóval sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Csók a család! Most kikapcsolok. Csak meg kell keresnem, hogy hol kell kikapcsolni. És itt! Sziasztok!